4 kategóriában is díjat nyert a Pilátus című film Milánóban. Dombrovszky Linda rendező a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! És csakom, szervusz! Gratulálunk! Szívből gratulálunk, így. Mi ez a 4 díj? Rögtön kiegészíteném, mert tegnap éjszaka jött a hír, hogy az 5. díjat is, az a legjobb filmdíjat is megnyertük. Hoppá! Úgyhogy... Gratulálunk! Na akkor újra gratulálunk! Igen? Most akkor mi ez az 5 díj? Mi a másik 4? Bocsánat, mert a fődíj után akkor ezek szerint csak kapkodjuk a fejünket. Úgy működik ez a fesztivál, hogy vannak alkategóriák, úgymond, és ebből megnyertünk 4-et, amit már tudtunk egy ideje. Ugye ez a rendezői díj, az operatőri, a Hámor Ildikó legjobb női főszereplő és a vágói díj. Uh-huh. És akkor ehhez jött hozzá, ez a, úgymond a fináléja ennek a fesztiválnak, hogy az összes díjazott kategória filmek között van egy megmérettetés, és ebből megnyertük a legjobb filmdíjat. Hány film közül egyébként, hadd kérdezzem meg? Hát a nevezett film az 4-500 körül volt. Egyébként ez ilyen átlagosnak számít, tehát még a Berlinálén több ezer van, de a Berlinálén az nyilván az a csúcs Mekkán, de a nagyobb fesztiválok közül ez egy nagyon színvonalas közeg volt, és aztán a 12 film lett, akik egyáltalán úgymond nomináltak lettek díjakra. És akkor ebből mi végül is sikeresen... Díjátadó mikor lesz? Mert ugye akkor január 29-én. Január 22-én, akkor mentek ki. 29-én megyünk így mindannyian. Amikor megtudtad a 4 díjat, mikor tudtátok azt meg egyébként? Azt mondtad, hogy korábban. Minden este. Ez körülbelül egy olyan 3 hete volt, hogy a nominációkat egy hónapja talán, és aztán van egy ilyen Leonardo da Vinci nevű Society nevű olasz filmes szervezet, és ez több száz tagból áll, és ők szavaztak. Tehát ez egy kicsit speciális fesztivál, kicsit ilyen, úgymond az Oscar mintájára ezt mondják is. Pont azt akartam kérdezni, hogy ki a zsűri, ki dönt, mit kell tudni erről a fesztiválról, mármint a milánóiról. Igen, tehát ez kicsit olyan, úgy működik, mint az Oscar, olyan szempontból, hogy ugye van egy amerikai filmakadémia, és az ő tagjaik szavaznak. Tehát nem egy 4 fő zsűri, hanem egy több száz fős társaság. És ennek a mintájára csináltak Milánóban, vagyis Olaszországban egy szervezetet, és ők. Mit kell tudni a filmről? A képernyőn a mi kedves nézőink most látnak részleteket, azt előre látni így is, hogy gyönyörűen van például filmezve, tehát nagyon szépen van világítva. Mit kell tudni a filmről? Tehát ez Szabó Magdának egy 63-as regényének a adaptációja. Áthelyeztük mába a történetet, és hát természetesen le kellett szűkíteni, mert Szabó Magda azért nagyon szerette az időben ugrálni, és sokféle szálon fut a cselekmény, és ebből mi kiragadtuk a Somogyi Gyuri forgatókönyvíróval és Szélesi Sanyi forgatókönyvíróval az anyalánya szállat. Tehát igazából ez egy anyalánya történet, az ő konfliktusuk, terhelt, szeretetteljes, de tragikus kapcsolatukról szól. Te választottad? Igen. Miért pont, hogy jutottál ehhez? Egyáltalán Szabó Magdához? Szabó Magda nekem régóta fontos, talán nem véletlen a gyökerünk azonos, én is debreceni vagyok, ő is, és nagyon közel volt a családi házuk, tehát nekem a gyerekkorban így beívódott az ő kultúrája a kis életembe, és hát ez szép lassan, ahogy elolvastam a regényeit, nyilván egyre terebélyesedett ez a vonzódás, és akkor kiválasztottam ezt a regényt. Azt szokták mondani a nagy fesztiválokon, hogy a jelölés önmagában a díj meg önmagában gyakorlatilag a koktélcseresznye a habon a tetején, de az, hogyha valami ennyire átütő siker, az most önmagában a győzelem, vagy ez is egy ugródeszka, említettél nagyobb fesztiválokat, vagy esetleg filmforgalmazók felé, vagy több moziba jut el, tehát hogy hogyan értékeled ezt? Ez egy televíziós film, tehát igazából mi ezt a mecenatúrától támogatása által készítettük el, tehát nem a film alap. Megháláltátok. Bár sok más bizonyára általatok is, nézzük által is ismert film készült így. Így módon, vagy például az Örök tél sem, ez is eredetileg televíziós filmnek készült, ami ugye most a nemzetközi Emmyt a női főszereplő megnyerte. Tehát, hogy igazából ezeknek a filmeknek a fesztivál tud lenni a közege, ha a mozi nem. Tehát a kérdésre válaszolva, az a célunk, igen, az a célunk, hogy most mielőtt sugározza majd a televízió, minél több fesztiválra eljutassuk. Mikor lesz látható? Várhatóan ősszel, pont emiatt.
a fesztiválosztatás miatt. Van még egy picit odébb van. Önmagában a te karrieredben, vagy a stábodnak a karrierjében ez ad egy lökést? Tehát már megvan a következő forgatókönyv, már Szabó megvan. Magdához nyújtok, vagy esetleg valaki máshoz? Megvan. Nem nagyon szeretnék erről egyelőre beszélni, mert nem tudjuk, hogy mik a reménységeink, de mindenképpen fontos számomra Szabó Magda. Jó, de egy televíziós film lesz, vagy nagyjátékfilm, rövidfilm, miben gondol? Nagyjátékfilmben gondolok. Igen, most az lenne már a, úgymond, csúcsa. Hát én most már 12 éve nagyjából azóta vagyok a szakmában, ugye a filmművészetivel együtt, és hát sok kis játékfilm, dokumentumfilm, a Pilátus című televíziós film kötődik hozzám, és most szeretnék nyilván egy. De ez a legnagyobb ajtó, ami most kinyílt? Tehát, hogy nagy valószínűséggel, tehát azért erről most beszélnek, én is utána olvastam, láttam, nem csak nálunk beszélsz róla. Az, hogy hozzánk jössz be, és hajnalban még kapsz egy e-mailt, hogy bocs, te vagy a legjobb filmes is. Hát innentől külön köszönjük, mert még hírt így, mert így jó. De egyébként ma éjszaka még írnak? Tehát, hogy még van kiosztandó díj ezek után? Nincs. Most ez volt a fő. Szóval, hogy nem akarom elviccelni, ez a legnagyobb ajtó, ami most kinyílt? Tehát most van a legtöbb lehetőséged akár szakmailag is? Hát eddigi pályafutásomat illetően igen. Uh-huh. Egy dokumentumfilmes is vagy, dokumentumfilmre vannak terveid? Igen, van több is. Ott viszont most egyelőre várunk egy pályázati kiírásra, amire minden szakmabeli nagyon vár már. Ez illeti a dokumentumfilmet, kisjátékfilmet, tévéfilmet is. Uh-huh. És aztán egyelőre ezekre nem lehet akarsz feldolgozni? Tessék? Milyen témát akarsz feldolgozni? Hát most még azt is egy picit burkolnám, mert még ott mindenféle jogi tényezők is vannak. Hogy Szabó Magda örökösei jóvá hagyják el. Ez a másikra vonatkozik. Igen, mert lehet, hogy ez. De az elsődleges most a nagyjátékfilm lenne, tehát jó lenne, hogyha tudnék arra koncentrálni, mert az ember el tud aprózódni. Linda, szívből gratulálok. Nagyon-nagyon gratulálok. Köszönjük, hogy itt voltál. Szépen.